Az idén 20. alkalommal látogatott Miskolcra a Magyar Nemzeti Cirkusz, és egészen március 30-áig a megyeszékhelyen is marad, így a nagyközönség hétfő kivételével szinte minden este részt vehet egy-egy előadáson. A jubileumra Richter József cirkusz igazgató kiemelkedő programokkal készült, hiszen még egy zsiráfot is beszerzett, amit a nézők a porondon megismerhetnek közelebbről is. Érdekesség, hogy az idén olyan produkciók is láthatóak, amik nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számítanak, így például az elefántokkal történő előadás, amiről részletesebben majd a cirkusz igazgató beszél összeállításunkban. Idén 20 éves jubileumunk van a Magyar Nemzeti Cirkusszal, és minden idők leglátványosabb és legszínvonalasabb műsorát hoztuk el ide Miskolcra. Köztük a Monte Carlo-i Cirkusz Fesztivál aranydíjas Kazeli családot, akik jelenleg a világ legjobb akrobatikus elefánt számát mutatják be. Ők jelenleg a világ sztár artistái közé tartoznak, és hát grandiózus produkciókat mutatnak be 4 afrikai elefánttal, pompás lovakkal, úgyhogy tripla szaltót az elefánt hátára, úgyhogy olyan dolgokat, amit valóban még a közönség nem láthatott vidéken. Lesznek repülőemberek a kupolában, a legendás tripla szaltót bemutatják, egy különleges állatot is láthat a közönség, Zambézit, a zsiráfbikát, lesz itt forgó halálkerék, itáliai bohócok, pupostevék, holland frízló, andaluz lovak, a műsort 8-tagú fúvózenekar kíséri, tehát valóban minden idők leglátványosabb műsorát láthatja idén a közönség itt Miskolcon. És ez is egy nagyon látványos produkció, ami egy életveszélyes tulajdonképpen minden nap a testi épségét kockáztatja az artista, tehát ez ilyen 8-10 méter magasban forog az a halálkerék, és ő benne, illetve rajta hajt végre különböző mutatványokat. Egészen március 30-áig vendégszerepelünk itt Miskolcon, a TTL melletti területen, a szokott helyen tulajdonképpen. Pénztárunk reggel 9-től este 7-ig tart nyitva, elővételben bármelyik napra lehet jegyet váltani, és bővebb információra www.magyarnemzeticirkusz.hu oldalra lehet eltekinteni. Hétköznap 18 órától vannak előadások, szombaton 15 és 18 órától, vasárnap pedig 11 és 15 órától. 1500 férőhelyes sátrunk van, teljesen időjárástól függetlenül, tehát mindig meg vannak tartva az előadások, fűtött nézőtérrel várjuk a közönséget. Én úgy gondolom, hogy érdemes elővételben megvásárolni egyet, ugyanis nagyon nagy a látogatottságunk, hál' Istennek, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.